Ó, de csodálatos, hogy így ráülök, és nem borulok át a másik oldalra, mert a másik oldalon is leér a lábam. Szóval, azt még elfelejtettem elmondani, hogy hozzá, tudod, azért nem bírtam magammal, ki kellett jönnöm terepre, hát ez ilyen Dakar. Ijjjj. Mentségemre szóljon, hogy rendszeresen motor importőröknél bejelentkeznek alanyi idióták, hogy szeretnének Dakarra tesztmotort. És még Szegedig nem hajlandók elmenni előtte földúton. Szóval azt akartam mondani, hogy itt vannak kövek. Király. Szóval, hogy végigmentem a Tetvedék Szentendrei úton, a legszarabb bakhátakkal, nyomvájukkal, minden szírszar fisfossal, és öregem, mint egy repülőszőnyeg, így átlebegtem fölötte. Csodálatos volt. Aztán végigmentem a Dobogókői szerpentinen, ami pedig tényleg már 20 éve se foglalkoztak vele, nem nyúltak hozzá, illetve ha hozzányúltak, csak még szarabb lett. És igazából ott is élvezetesen lehetett vele menni. És hát ugye az, hogy régen emberek, motorosok, akkor vettek túraendúrót, ha mondjuk közelebb volt nekik Erdély. Most viszont már sajnos útminőségben nem vagyok benne biztos, hogy Erdély rosszabb, mint a magyarországi standard. Úgyhogy... Hú, pocka! Úgyhogy egy ilyen motor igazából sajnos azt kell, hogy mondjam, az egyetlen reális választás. Gyújtás vicces kapcsolóval ráad. Indítás. Ja. Elsőre nem feltűnő, de tartom magam bizonyos elvekhez, például motorban nem nagyon tesztelek olyat, amelyikhez nem értek, illetve nem értem a lelkét, tehát nem mondom, hogy amiket tesztelek, azokhoz értek, de érzem, vagy értem a lelküket. Én egy cruiseres csávó vagyok, egész egyszerűen azokat értem, ráülök egy cruiserre, előre rakom a kis talpacskáimat, és boldog vagyok. Értem még azért a klasszikus mélyhideket, tehát az ilyen normális, egyenesen ülős, nem nagyon sportos motorokat. Értem szerintem a kreténeket, mint például a Honda DAX. DAXhund németül, és hát akkor legyen DAX, mint tacskó, csak. Szerintem még nagyjából felfogom az ilyen elektromos hülyeségeket is, mint a Harley-nak a Livewire-je. Amikhez nem nagyon tudok és nem is nagyon akarok hozzászagolni, a sportmotorok. Egyszerűen már ahogy így rájuk gubbasztok, a zacsi beugrik a hasfalam mögé, és megfájdul a csukló. Szóval a sportmotorokat megvegyem a sportmotorosoknak. És van egy kategória, az enduro, amiket aztán végképp meghagyom másoknak. Mentem én már enduroval, KTM Adventure, egy rémálom volt. Éreztem, hogy hát le kell mennem vele a közútról, hogy azért valamennyi terep járjak vele, úgyhogy óvatosan valami fűbe belehajtottam, de hát majdhogy nem halálfélelmem volt, tehát olyan magasan ültem, hogy esélytelen volt, hogyha bármi gebasz van, lerakja bármelyik lábamat. Mentem BMW GS-sel talán, szóval ezekkel ezzel a Boxer túra BMW-vel. Értettem, hogy miért szeretik, értem én, hogy kurva jó, de valahogy nem értem a lelkét. És hát aztán jött ugye a Harley-nak a Pan Amerikája, itt meg az volt, hogy hát jól van, túraenduro, de hát
nem hagyhatom ki, mert Harley Davidson tulajdonos és rajongó vagyok egyben. Nem kellett meg, hogy nem próbálom ki. De mondom, hogy rettegve megyek egy kört vele, és akkor elmesélem, hogy milyen érdekes technikai, meg egyéb újdonságokat tartalmaz, meg nagyjából hol kell elhelyezni a technika történetben. Aztán boldog megkönnyebbüléssel visszaadom. Ezzel szemben az történt, hogy szerintem nem megyek vele összesen 20 km óta. És nem, hogy értem, hanem érzem, élem, imádom, kurva jó! Én ezt nem gondoltam volna, hogy ennek ennyi értelme van. Ja, múlt héten annyira lelkiismeretes voltam, hogy legalább a tesztkedvéért voltam ott a Hondánál, ráültem egy Afrika Twinre, ami ugye ennek a konkurense, bár csak 1100 köbcent is jóval egy gyengébb és egy 20-25 kilóval könnyebb. Basszus, ráültem állóhelybe, itt tornyosult előttem egy hegy, mondom, úristen, így megfogtam, kicsit megemeltem. Mondom, ez kemény lesz, egy rémálom benyomással kezdette. Akkor beugrottam a Triumph szalomba, felpróbáltam a Triumph Tiger, ami szintén ennek a konkurense, 1200-es, kicsit könnyebb, kicsit gyengébb, de már nem sokkal, az csak 5 lóval gyengébb. Hát az olyan volt, hogy komolyan mondom, mintha ilyen hadimotor lenne, mint egy géppuska fészek lenne a tankján, hogy tökéletesen védve legyél a golyóktól. De hát rosszul voltam a gondolata, hogy ilyennel kell majd nekem motorozni. Na és akkor kimentem szépen a Harleyhoz. Ráültem. Először nyilván lefulladtam, mert ugye ezen csak mások uplunk, meg izé. Aztán elkezdtem érteni, és most hát mondom, mit lehet csinálni egy túra enduróval, elhozni dobogókőre, és én föl se értem a tetejére, függő vagyok, soha nem lesz ilyenem szerintem, mert én cruiseres csávó vagyok, de mától kezdve ezt egy kicsit sajnálom. Hordoz-e ez bármi nemű Harley Davidson fajta jelleget? Van ezen bármi Harley is? Majdnem azt mondtam, hogy a sasokon meg az emblémákon kívül, tehát igazából ez most egy kicsit új dolog a Harley-nál, hogy szinte keresni kell az emblémát, illetve a világtrend, azt hiszem, hogy most egy kicsit mennek összébe az emblémák, tehát van itt egy iciri-piciri, nem is tudom hányas fonttal Harley Davidson felirat. Itt van egy körmömnél, a szétvert körmömnél kicsit kisebb Bar & Child Harley Davidson narancssárgában. Hát és, na, erről tudod, tehát, aki nem ért hozzá, nem ismeri meg. És hát, aki ért hozzá, az tudja, hogy a Screaming Eagle már a Harley Davidson házi tuning cége, tehát ez a titán ötvözet kipufogó, ami egyébként nem széria, hanem extra. Sajnos a hangjával együtt, ami szerintem pont kellemes. Azt tudja, hogy Harley Davidson, de hát egyébként, hát nem nagyon. Itt a, mi az helyzetjelző? Index? Mi az Isten, várja. Most nem ég. Van egy kis menetfényünk. Igen, de ez csak egy abszolút poézismentes index, bár el tudom képzelni, van valami hack, amivel megokosítjuk, és akkor BMW-zhetünk vele. Ugye a BMW-sek mániája, hogy kell az a ködlámpa, cápa, orros, de valójában nem. 47 mm-es fordított, gondolom, hogy sova. Első futómű, óriási hűtő,
Tehát sajnos a teljesítmény az hőleadással jár. Most próbáltam nyáron azt a Lowrider estét, bestiális, 107-es már az a blokk, bestiális hőt nyomott, és ez is olyan hő indult meg fölfelé, hogy melyik motor meleg, vagy melyik ad nagy hőt, amelyiken éppen ülök, VMAX 1002, vízhűtés, és akkor azt hittem, hogy a vízesek melegek. Aztán lett egy Sor 4-es XR 1003 léghűtéssel, halálos volt. Hát aztán most igazából a Fat Bob, hát azért az is meleg. Na de ez durva. Nem tudom, ilyen tankra nem emlékszem. Ugye ez egy 60 fokos hengerszög a Harley Standard 45-jével szemben, de volt már 60 fokos hengerszög a Harley-nak. A vizes Harley az tradicionálisan. Hagyományos a 60 fokos a V-Rodban. Ugye a Porsche tervezte V-Rodban volt 60 fokos, meg abban az indiai szutyvadékban is, de hát ahhoz ennek nem sok köze van. Tehát az se igazán Harley-s. Ez azt mondom, hogy egyelőre szerintem nem Harley-s, de majd lesz. És hát amikor megvolt a világ bemutatója, és megtalálták a tökéletes influencer Jason Momoát, aki azért nem egy buzi, de nem is egy igazolt asszonyverő, és plusz Harley gyűjteménye van, és tud is motorozni. Why call it adventure touring when it's human nature to see beyond the limits? I am the Pan America. Szóval, hogy megtalálták akkor már a Heritage-et is, hogy a második világháborús Harley, hogy azokkal végül is terepet jártak. Technikai újdonságok, hát ugye ez a Revolution blokkhoz kapcsolódik most már régóta a Sportsteres meg a Nightster óta, hogy digitális egyfelől a kijelző, másfelől normális indexet raktak rá, tehát japán jellegű, tehát hüvelykúj balra, hüvelykúj jobbra, és megnyomom, és vissza van véve, nem úgy van, mint a többinél, hogy jobb hüvelykúj jobbra, bal hüvelykúj balra, és akkor, ha nem vagyok benne biztos, hogy visszavettem a motor, akkor rá kell néznem a kijelzőre, ami azért motoron szerintem veszélyes. Na és akkor az indexen túl, ugye egyfelől van nekünk egy aktív futóművünk. Szerintem az átlagos user, olvasó, videónéző arra szokott rácsodálkozni, az a leglátványosabb, hogy ez a motor, hiszen nyilván egyfelől új endurósokat akar bevonzani a Harley, másfelől másoktól akar elhódítani belőket. Szóval próbál azoknak kedvezni, akik félnek ezektől a magas dromedároktól, mint például én. És ezért aztán ugye ez a motor megcsinálja, hogy mint az elefánt a maharadzsának fel- és leszálláskor egy kicsit letérdel, és utána menet közben emeli föl magát utazó magasságra. De ugye lehet állítani a nyergét, én most ezt egyszerűen nem gondoltam volna, túl alacsonyra állítottam. Tehát így menet közben is gyakorlatilag teli talppal el tudnám érni a földet, ami azért nagyon nem nagy hülyeség, de az aktív futómű amellett, hogy sima úton ugye tud kemény lenni, hogy jobban kanyarodjunk, göröngyös úton pedig befúl, hogy ne rázzuk ki a belünket, az azt is tudja, ha mindenképpen meg kellett előzni az autót, hiszen régi nézők tudják, hogy mániám a buszok mögött menés, veszélyesen kell élni, kergetem a buszt, és majd valahogy leszorít, belepasszíroztatom magam bele a szalagkorlátba, amikor megelőzi a bicikliseket. Szóval ez az aktív futómű azt csinálja, na ott vagyok én, ott a szalagkorláton, ki mennyi biciklis van, azt csinálja, hogyha fékezek, akkor elől betámaszt, hogy ne bólincson, gázodásnál pedig remélem, biciklis, nincs raj, de jó. A gázodásnál pedig a hátsó futóművet keményíti fel, hogy ne álljon így föl az orrunk, mint egy jakta, és ez nagyon jó dolog. És ezt azt hiszem más, ilyen túra enduro, nem tudja, ehhez egy Harley Davidson kellett, hogy ezt megcsinálja. Igen. Aztán itt
ez a motor, ugye a Harley Davidson új vízfűtéses blokkja, ami már van a Sportsteresben, meg a Nicerben, szóval ezekben a kellemes kis új típusú kisebb cruiserekben. Csak hogy ebben nem olyan 100 lóerő körül van, hanem 150 ló jár ehhez a talán 127, hát egy normális newton méter nyomaték száma van, tehát köznapi fogalmaink szerint bestiálisan erős a motor, és ezt egy köznapi fogalmaink szerint irgalmatlan kompresszió viszonnyal értékel, 13,1 az 1-hez. Ez neki a kompresszió viszonya brutál, gyilkos. Nem is tudom, miben van, Mazda Bizotto Engine, Revolution Max, vagy mi az istennyila. Szóval nagyon kemény. Én mondjuk a nyers számokon túl, én sokkal többre becsülöm, hogy mennyire finoman, jeszketésmentesen adja le ezt a teljesítményt. Bármilyen durván elkezd neked vágtázni, de valahogy nem jeszt meg. Van az a kemény csávók, hogy szeretik, ha jeszkedik őket. Én egy modern, puha fiú vagyok. Én szeretem ezt a normális kis nyomatékleadást. Aztán van még kormánylengéscsillapító, ami ugye két foglalkozási körben fontos, egyfelől a rendőrnek, hiszen a kormány nem lenge be. Egyszer kérdezem egy motoros rendőrt, hogy miért van ennyi ilyen veszitálós baleset. Régen volt, hogy a Yamaha rendőrmotorok veszitálnak. Mondom, hát nekem V-Maxon volt, soha nem szitált be, pedig aztán annál szarabb futómű motorgyártás történetében nem nagyon volt, és azt mondta, hogy hát valójában nem a Yamahák voltak szarok, hanem hát, hogy nem szitál be az a motor, vagy az a kormány, hanem hogy 150-nel kell fölvezetned egy delegációt, és fölállnod a nyerekben, és integetni az autósoknak. Na, olyankor vannak ilyen kisebb-nagyobb beszitálások előfordulnak. Szóval egyrészt akkor jó ez a kormánylengés csillapító, még a gyors mozdulatokat gátolja a normális kormányzásban. Másik meg terepen, tehát hogyha valami nem vár gödörbe belemész, és itt hirtelen kikúrna a kezedből az erő, vagy egy sziklán a kormány, akkor ez nem engedi. Ez a special tire szerencség része. Van továbbá! Gyors váltó a motoron. Nézd, bal kezem. Nem fogom a kuplungot, visszaváltok, tehát lefelé. 5-ösből, 4-esbe, 4-esből, 3-asba, 3-asból, 4-esbe, 4-esből, 5-ösbe, ha akarok, kuplungolok, ha nem akarok, nem. Ez volna a gyorsváltó, én már, vagy egy éve gyorsváltót akarok a saját Harleymra, tehát az importőrnél értetlenül néztek rám, hogy mi egy gyorsváltó Harleyra. Nem tudják igazából, sajnos kevesen tudják, hogy a gyorsváltó az igazából nem egy ilyen verseny dolog, arra is jó, de az igazából egy túra dolog. Nem véletlen, hogy a BMW-nél, azt hiszem, vagy a KTM-nél, hogy a túra motorokon széli a gyorsváltó, ha tökrem akar kuplungolni. Van kuplung, tehát kuplungolhat, ha akarsz, indításkor, állításkor, ha mit tudom én, valami manőver miatt csúszkatni kell. Na hát itt vajon mi van, ugye mindig érdekes vagy. Kurva vagy fehér aszfalt. És hát azt hiszem az első szériákon nem volt gyorsváltó. De most már van. Jaj, de jó. Mondjuk, látszik, hogy a gyorsváltó még újdonság a Harleynál. Tehát működik, de túl nagy az erő, ami kell hozzá. Tehát nekem a fáj a lábujjam. Miközben a Yamaha téma, tévia, három engeres. Na, XSR 900, Yamaha, valami 900. Na, azon
mint a baj. Olyan puha és precíz, ez még egy kicsit darabos. De áldja meg a jó Isten a Motor Company-t, hogy egyáltalán működik. Szóval ez is egy óriási újdonság. A hátsó központi rugósnak, hát az ugye Harley találmány, 1000 éve működik, ez is valami olyasmi. És akkor az újdonságok mellett vannak régi, jól bevált dolgok, amik kellenek, van markolatfűtés, 3 állás van a markolatfűtés, a legfontosabb motoros extra, szerintem. Akkor van állítható szélvédő, most a kamerától nem tudom állítani. Egyébként ez a szélvédő, ami itt most rajta van, ez egy hosszított, tehát ez nem a gyári. És nekem egyébként ez is a jó. Voltak egyéb felnik, most már nagyjából egyeduralkodó lett, ez a legszebb, meg gondolom a legkönnyebb, ez a fűzött küllős kerék. És akkor figyelj, az okos dolgok még, az okos aprósága, hogy hát ez a markolatvédő, ez a special kivitelhez van, szélvédőzőkről már beszéltünk. Az igazi okosságok, hogy hát ha felállva motorozik valaki a nyerekben, akkor máshol jó a fékpedál, akkor lejjebb jó, mert ugye lejjebb van a lábfeje, tehát ilyen könnyen ezt át lehet állítani, és ha azt akarod, hogy ilyen harapós legyen a lábtartód, akkor ezt leveszed. Egyébként meg, hogy kényelmes legyen, rárakod a gumit, de a legfontosabb, szerintem legalábbis fontos, hol a kulcs? Kulcs nélküli kulcsos, de azért kell, hogy nálad legyen a kulcs, mert ebben már várjál Harley extra, hát szóval, hogy nem mondtam eddig, gyárilag zárhatatlan sapka, nem kell 20 000-ért megvenni, mint nekem. Hiába transponderes az egész cucc, a csomagtartó az így nyitható, és egyébként 10 kiló, ja, összesített teherbírás valami 260 kiló, tehát 220 kilós ember, 10 kiló. Ugye amerikai apu és amerikai anyu, 120-120 kiló, és még vihetnek 10 kiló csomagot. Kapjuk, és akkor túl azon, hogy le tudjuk engedni az egész motort, ugye itt van még egy kis mellék, nem tudom milyen szírszarokkal, és a nyerget most én leraktam az alsó állásba, igazából egy felsőbe raknám, még egy pozitívum, hogy a kijelző az így állítható, ha rossz sokban sütne a nap, és a szélvédő pedig 1, 2, 3, az is állítható. Gomberdő, tempomat, markolatfűtés, kompjúterben mindenféle hülyeségek, hatótáv 400, gondolom egy 450-et el lehet menni egy tankkal. Távolságmérés. Na, szóval minden fasság, távolsági fényszóró. Jaj, duda! Jaj, így ülök. És na. Szerintem inkább itt szokott lenni endurókon, tehát olyan egyenesebben a felsőtest alatt, inkább olyan bum, sportmotoros, de kényelmes. Ugye én valahogy itt szeretem a lábam. Hú, de szép a kipufogó, szóval szép az egész rendszer. Na, átgondolták ezt becsülettel, legyártották becsülettel, egyszerűen alkottak egy tökéletes motort, tehát nem szégyen az. Minden jó helyen van, minden apróság, ezek a nagy dolgok, hogy semmi fájdalmas. Na, szépen felállok a nyerekből, leülök a nyerekből. Na, felállok a nyerekből, leülök a nyerekből. Oh. Na. Na, továbbá van rajta a dual fék, de úgy dual, hogy az első fékhez rak hátsót, de a hátsó fékhez nem rak elsőt, mert hát gondolom offroadozásnál
sokszor lehet az, hogy ő jereszkednél lefelé például, és kifejezetten nem jó, hogyha olyankor van hozzá első fék, mert akkor még tudom én kicsúszik, szóval na. Kurva okosan van ez megcsinálva. Továbbá, ugye itt van ez a digitális kijelző. Ez egy offroados dolog, ezen nem fogok bekárogni, hogy miért nem teljesen analóg. Bár én szeretem az analóg kijelzőt, de ugye ez tényleg sok mindent tud. Tehát ha itt nyomkodom, ugye navigálni úgy tudna ez is, nem tudom miért van ez az új festés, hogy a BMW transzkontinentális úgy navigált volna, hogyha letöltöm az appot, és a blablabla arról megy a térkép, de ez annyival jobb, mint a BMW, azt képzeljétek el, nyomok egy home gombot, hogy álló helyben azért engedném, hogy érintsem a képernyőt. Ja, plusz, várja, ezen a zene, úgy tudok muzsikálni, hogy a telefonról lejátsza, ez probléma nálam, nem tudok olyan playlistet, de nincs olyan zene lejátszom, hogy több lemez egymás után a VLC nem tudja, ezek a beépített szarok nem tudják, szóval na, lehet vezérelni a zene lejátszást innen gombbal, hát nem csodálatos? Plusz lehet mindent állítani a motoron, tehát van egy módgombunk, na visszamegyek, van egy módgombunk, sport, nem tudom miért, nincs rajtam az olvas, az eső, országút, van valami eldugott road plusz mód, meg tudsz magadnak összeállítani, ahogy szereted, a futóművet, gázreakciót, a menetbiztonsági elektronikát, szóval minden. Én ezt nem láttam jönni, hogy ezzel a tökéletes, praktikus motorral pont a Harley Davidson fog előjönni, és hát igen, nyilván Harley-nak ára van. Néztem, hogy ez mennyibe kerül, ugye a forgalmazó honlapján nem nagyon látni. Mert a Harley Davidson Európa adja meg az árait, arra az esetre gondolom, ha motor kicsőt mondaná valami hülyeséget, akkor ne azt higgye a fogyasztó, hogy ők emelik az árat, de szerintem ez olyan 11 millió forint körül van. Ez egy kicsit fáj a Harley-soknak, mert hogy állítólag a katalógusban ez a sárga szín, ez egész máshogy nézett ki, mert ezt egyébként úgy hívják, hogy industrial yellow, ipari sárga, de hát élőben vanília. De szerintem kurva jól néz ki ez a vanília, én néztem már a Harley 120 fesztiválon is, ez ráadásul egy bicolor, tehát ez a industrial yellow és nem tudom, agricultural grey. Jól néz ki, na, hamarosan elhozok egy ilyet tesztre, ára 11,1 millió forint. Biztos vannak olcsóbbak, meg hát egy Suzuki V-Strom megszólna. Lehet azért ilyeneket kapni használtan, meg olcsóbbak, meg mit tudom én. Én csak azt mondom, hogy nem tudom elképzelni, nem értek a túrendőrökhoz, de félek tőlük. Triumph Tigerre föl sem mernék ülni, hát de basszus, ez az biztos, higgyétek el nekem, hogy az, ez bármiben, hogy nem rosszabb, megkockáztatom, jobb. Nem véletlenül adják ezt a motort, ezt a testmotort autópályamatrusával. Nem fogok bizonyító erő felvételeket mellékelni, de mind szélvédelemben, mind motorerőben, mind utazási komfortban mondhatjuk, hogy tudja a 200-as utazót. Esküszöm kéne.
vissza kell fogni magam. Az év meglepetése. Csodálatos magad. Az év váratlan, nem, a meglepetés már önmagában váratlan. Kanyarodni még nem igazán merek vele. Pedig valami 40 fokban dönthető. Biztos, elhiszem a 40 fokot. Kérem, fél órája még rettegtem a Tour Enduroktól, azért csodákat ne várjanak tőlem. Ha. Biztos, hogy nagyszerűen lehet vele endurózni, csak nekem ne kelljen.